Nagy, szőrös és ijesztő. A tarantula. A legveszélyesebbek Ausztráliában élnek. Ha azt tapasztaljuk, hogy a pók agresszíven viselkedik, akkor tudjuk, hogy egy ausztrál fajról van szó. Óvatosnak kell lennünk ezekkel a pókokkal. Villámgyorsan támadnak. A pókok világának óriásait furcsa mód egyre többen tartják házi kedvencként. A tarantulák azonnali érzelmeket generálnak, legyen az szeretet vagy irtózás. Egyesek számára a szeretet nem csak az állattartást érinti. Akárhogy is érzünk irántuk, szinte semmit nem tudunk róluk. Hamarosan sok példányuk tűnhet el örökre. Tarantula, Ausztrália pókjainak királya. Egyetlen más fajról sem neveztek el csillagfelhőt. Éljenek bárhol, a tarantuláknak sajátságos neveket adunk, mint óriás tarantula, királymajompók vagy madárpók. De mitől tarantula a tarantula? Ez a bolygó legöregebb pókfaja, melynek méregfogai a kígyókéival is felveszik a versenyt. A négy tüdős pókok rendjébe a madárpók félék közé tartoznak. Minden egyednek öt fő tulajdonsága van. Az első az, hogy szőrösek. A második, a nyolc hosszú láb végén sűrű szőrpamacsok és visszahúzható karmok találhatók. A harmadik, a fonószemölcseik hosszúak és ujjakhoz hasonlítanak. A negyedik, a szájszerv körül több száz fekete nyúlvány helyezkedik el. A sűrű sertesor a táplálék aprítására szolgál. És végül az ötödik, a nyolc háromszög alakban elhelyezkedő szem ellenére, csak nem vakok. A többi pókfajra általában csak egy-két tulajdonság illik ezekből. A négy tüdős pókok sejmet állítanak elő. Ezek a szövőmesterek négy különböző fajta sejemszálat készítenek. A sejem természetes antibiotikum, mely tisztán tartja a föld alatti otthonukat. Ezzel bélelik ki és erősítik meg a fészküket. A bejáratba egy fonalszőnyeget terítenek, ami úgy működik, mint egy figyelmeztető rendszer. Odúja rejtekében a pók minden mozgást érzékel a környéken. A sejem a test és az érzékek meghosszabbítása. A külvilág jeleit az érzékeny lábakon lévő szőrszálakkal érzékelik. A szőrszálakkal éreznek, hallanak és ízlelnek egyszerre. Titokzatos életükről azonban még most is keveset tudunk. Ezen titkok felfedésével foglalkozik az ausztrál taxonómus, Dr. Robert Raven. Dr. Raven világszerte elismert szaktekintély a tarantulákat illetően. Több mint 20 éve tanulmányozza ezeket az állatokat. Kis lyukakat keresek, egyfajta rendszert. Célja az, hogy új fajokra bukkanjon. Ez vezette őt Amerikától Ázsiáig és vissza Ausztráliába. Elég szőrös a potroha. Régen járt fodrásznál. Egy kisebb példány. Több mint 800 tarantulafajt azonosítottak világszerte. Ám legalább 2000 fajnak még nevet sem adtak. Egy olyan állat, ami madarakat és békákat eszik, némi tiszteletet vív ki magának. Csodálatos teremtmények.
A tarantulák jelentik a legnagyobb kihívást minden pókfaj közül, amivel eddig dolgom volt. Remélem, egyszer a kutatás végére érek. Dr. Raven főhadiszállása a brisbane-i Queensland Múzeumban van. A múzeum hatalmas szőrös lábúakból álló gyűjteménye 6 ausztrál fajt is tartalmaz. A pókok tanulmányozása számára személyes kihívásként kezdődött. Az egyetem alatt szükségem volt egy csoportra, amihez csatlakozhattam, hogy átvészeljem a kurzusokat. Úgy gondoltam, hogy a logikus választás az lenne, ha abban a csoportban dolgoznék, amitől a legjobban félek, a pókokéban. Gyilkos hírük miatt a tarantulák sokunk rémálmaiban szerepelnek, élve vagy holtan. Warwick Angus élete mindig is a pókfóbia körül forgott. Egyetemista koráig Warwick még a fényképen szereplő csúszómászók láttán is pánikrohamot kapott. Gyerekként rettegtem a pókoktól. Arachnofóbiám volt, annyira féltem, hogy nem bírtam egy szobában maradni velük. Úgy éreztem, mintha a pók a testemen lenne, bár tudtam, hogy nincs ott, de úgy éreztem. Ezért ki kellett mennem a szobából, és le kellett vetköznöm, mert úgy éreztem, hogy rajtam van. Szörnyű dolog, ha ennek az állatnak hatalma van az életed felett. Az egyetlen kijutat az jelentette, hogy szembenézett a fóbiájával. Az egyre növekvő rokon szenv átvette a félelem helyét. Párjával ma már boldogan osztják meg az otthonukat egy tarantulával, incifincivel. Habár még ma is tart egy kissé az állattól. Az óriás tarantula egy mérges faj, ezért veszélyes lehet. Nem éppen dédelgetni való házi állat, mint például egy macska, amit kényeztetni lehet. Az az érdekes, hogy azok, akik rettegnek a pókoktól, nem félnek a mérgüktől. Jobban félnek attól, hogy a pók rájuk mászik, mint a marásától. Ezt mindenkinek ki kéne próbálnia. Időbe telik megbarátkozni a tarantulákkal, ám nem minden pók olyan szeretetre méltó, mint incifinci. Szeretnéd visszatenni? Persze. Minden pók saját személyiséggel rendelkezik. Amerikai rokonaikhoz képest az ausztrál egyedek lobbanékony természetűek, főként a vadon élők. Ennek a fajnak a képviselői gyorsan elvesztik a hidegvérüket. És támadnak. Egy másik tulajdonság is jellemzi őket. Olyan hangot adnak ki, amit több méterről is hallani lehet. Ezek a hangos dükitörések foglalkoztatják dr. Tracy Churchill ökológust. Nem akarsz sztár lenni? Ausztráliában fütyülő vagy ugatópóknak is szokták nevezni, a hang miatt, amit hallat. Megpróbáljuk felvenni. Ezek a pókok nem csupán hangosak, de olyan temperamentumosan tudnak viselkedni akár egy díva. Gyere vissza! Ez az. Énekelj valamit! Énekelj! Tedd meg a mikrofont! Nem hiszem, hogy sokan ismerik ezt a tulajdonságát. Ez a sajátos vonás egyedülálló az ausztrál pókok körében, és minden bizonnyal a világ többi fajához viszonyítva is különlegesség. Tracy végül ráveszi az állatot, hogy adja elő tudományát. Kiváló! Várj még! Ha fenyegetve érzik magukat, az ausztrál tarantulák fütyülő hangot adnak ki azáltal, hogy összedörzsölik a szájszervüket. Ez
Még csak nemrég kezdtük el elemezni ezt a hangot, amely minden fajnál eltérő. Úgy gondoljuk, hogy ez a hang elsősorban védekezésre és a kisebb emlősök elriasztására szolgál. Főként a ragadozó erszényesek ellen kell használniuk. Van egy tarantula, amelyik csodálatos hangot ad ki. Ez a hang sokkal dallamosabb, mint más fajoké. Kifinomultabb hangként jellemezném. Nem lehetünk biztosak abban, hogy honnan származik egy pók. Az állatkereskedelem virágkorát éli, és egyre többen érdekeltek abban, hogy kiszakítsák őket a vadonból. Ausztrália sűrű északi esőerdeiben élnek a legnagyobb fütyülő pókok. Stuart Douglas immár 10 éve kutat utánuk. Van egy vállalkozásom Ausztrál Tarantulák néven. Pókokat gyűjtök a házi állatpiac számára, és méreggel látom el a gyógyszeripart. Szeretem a veszélyes állatokat. Az első pár példány, amit elkaptam, elég agresszív volt, és ez tetszett. Talán ezt nevezik csodálatnak. Én soha nem féltem tőlük. Stuart az első és egyetlen Ausztráliában, aki engedéllyel gyűjti be a tarantulákat. Gyakran talál vadkolóniákat, de titokban tartja a lelőhelyeket. Mindig titokban tartom a lelőhelyeket. Főleg azért, mert régen elég könnyelmű voltam, és elárultam, hol találtam a tarantulákat. Így egész kolóniák tűntek el. Sokan érkeztek délről, nem csak egy-két autó, hanem egész busznyi tömegek, akik kifosztották a tarantula lelőhelyeket. Minden pókot elvittek. Stuart hátsó udvarában számos ismeretlen faj lelt otthonra. Itt van egy. Gyakran végzik a boltokban, mielőtt a tudósok egy pillantást vethettek volna rájuk. Stuart új nőstényeket is keres, hogy felfrissítse a tenyészetét. Itt is van. Szép példány. Ahelyett, hogy a boltban végezni, ez a nőstény segíteni fog a társainak a fennmaradásban. Kicsit noszogatni kell, hogy előbújjon. A pók kifejezetten jó kedvében van, ezért nem valószínű, hogy támadna. Nem tűnik agresszívnak, de bármikor megmarhat. Ha agresszív lett volna a viselkedése, amikor kiástam, akkor most nem venném a kezembe. Sokan rettegnek ezektől a pókoktól, pedig nem adtak okot erre. Sokan olajat öntenek az odújukba, hogy elpusztuljanak. Számomra ez elképzelhetetlen. Ez nagy veszteség. Stuart új szerzeménye 500 társához csatlakozik a tenyésztelepen. Csak 60 ivarérett nőstény van közöttük, a többi mind fiatal vagy hímállat. Ezek itt fogságban született tarantulák. Nagyon szelídek, ezért sokan tartanak ilyet az otthonukban. Ez itt úgy másfél éves. Ezek pedig a kis kedvenceim, ezért biztosan nem fognak megharapni. A fogságban született pókot sem lehet teljesen megszelidíteni, bár jobban fog alkalmazkodni az ember közelségéhez. Stuartnak 4 évet kell várnia, míg a fiatal pókok ivaréretté válnak, ám a piacot folyamatosan el kell látni. Ez meg akar harapni. 10 évvel ezelőtt, mikor még nem volt divat a pókok tartása, ez a dolog újdonságnak számított. Az utóbbi 2 évben fellendült az üzlet Ausztráliában, ma már sokaknak egész gyűjteménye van. A kutya és a macska már nem akkora divat. Ki akarna egy folytonugató kutyát a kertbe? Nem csak az ausztrálok rajonganak az egzotikus állatokért. Angliában lassan több hüllőt tartanak, mint kutyát, és a pókok is kezdenek felzárkózni. A tarantulák elbújva élnek. Évente csupán egyszer a tél beálltakor,
Az ivarérett hímek elhagyják otthonukat, hogy párt keressenek. Több kilométert is megtesznek. A nőstény keresésekor a hím szagjelek, avagy feronomok után kutat. Ha a nőstény készen áll a románcra, egy jellegzetes szagú sejemanyagot hagy maga után, amely elvezeti hozzá a hímet. Az udvarlás egy jellegzetes tánccal veszi kezdetét. A spermium a nemi szervé alakult tapogató lábak mögött lévő mirigyekben található. A hím eltökélten próbálja közelebb csalogatni a nőstényt, habár félő, hogy ez utóbbi inkább a vacsoráját látja benne. A hímet csak a párzás érdekli, még a nőstény rossz természete sem tarthatja vissza. Egy kevésbé üdvözlő gesztus előzi meg az első ölelést. A hím a végsőkig próbálja bizonyítani, hogy minden elvárásnak eleget tesz. Kitartása végül meghozza gyümölcsét. A nőstény előbújik odujából. A hím még mindig nem bízhat a nőstényben, aki bármikor újra támadhat. Ezért biztos, ami biztos, folytatja a táncot. A nőstény hatalmasnak tűnik, amint udvarlója fölé magasodik. A hím gyorsan megpróbál párosodni. Ezt a bonyolult műveletet többször is meg kell ismételni. Végül sikerrel jár. A mirigy hegye behatol a nősténybe és bejuttatja a spermákat. Itt véget ér a szerelmük. Ha szerencséje van, a hím túléli a vacsora időt, ugyanis a nőstények gyakran fogyasztják el partnerüket a párzás után. Akárhogy is, a hím sorsa megpecsételődött. Ha még több románcra vágyik, a hímnek új pár után kell néznie, ám az ideje lassan lejár. A hímek ugyanis az első és egyetlen párzási időszakuk után hamarosan elpusztulnak. Csak a nőstények élik túl. A bolygó másik felén az egyre elterjedtebb pókklubok büszkén mutogatják szőrös kis sztárjaikat a kiállításokon. A tarantulák legnagyobb rajongói az Egyesült Államokban, Angliában és itt Németországban élnek. A pókok iránti kereslet egyre nő. Az Ausztrália és Új-Zéland vidékéről származó egyedek egyre keresettebbek. Az ausztrál pókok nagyon népszerűek, de nehéz hozzájuk jutni. Jelenleg szinte lehetetlen óriás tarantulát szerezni, ezért szeretnénk tenyészteni őket, hogy nőhessen a piaci kínálat. A fogságban való tenyésztés elfogadottabb eljárás, mint a vadászat. A tenyésztési programokat mégis évekbe telik felállítani, miközben a rajongók száma rohamosan nő. Az óriás tarantula iránt tanúsított érdeklődés egyre nő. 10 évvel ezelőtt csak egyetlen tarantula társaság létezett Németországban. Ma már 4 van, és a tagok száma egyre csak növekszik. Becslésem szerint a póktartók száma 10 000-re tehető, ami folyamatosan növekszik. Pókrajongók minden korosztályban és minden életszakaszban akadnak. A tarantulák csodálói a világ minden rajongói klubjában megegyeznek. Michael Köhler 15 éve rajong a tarantulákért. Megszállottként aktív résztvevője a klub kiállításainak. Szőrös lábú barátai az otthonában is minden idejét lefoglalják.
10 éves koromban kezdődött, amikor végignéztem, ahogy egy pók megevett egy élő madarat. Azonnal beleszerettem. Mikor betöltöttem a 18-at, megvettem az első tarantulámat. Ma körülbelül 300 példányt tartok itthon. A leginkább az nyűgöz le bennük, hogy milyen különbözőek. Rengeteg faj létezik, mind más és más színűek, más egyéniségek. Ez fogott meg bennük. A tarantulák nem igényelnek sok törődést. Tiszták, könnyen gondozhatók, nincs szükségük társaságra vagy sok élelemre. Heti egy etetés mellett 30 évig boldogan élnek. Ennyi idő alatt összemelegedhetnek a gazdájukkal. Úgy tűnik, ezek az ősi élőlények megbabonázzák kétlábú gazdájukat. Mint sokan előtte, pók tartóból Mihály is hamarosan pók gyűjtővé vált. Ha elkapja a hév, bármennyi pénzt képes kiadni. A hobbi meddig kb. 20 ezer eurót emésztett fel, és ebben minden benne van, amit itt látunk. Még nem vettem meg az utolsó pókomat. A fogságban való tenyésztés elterjedéséig a pókokat a vadonból fogják összegyűjteni. Ausztrália vörös sivatagaiban számos ismeretlen tarantula faj rejtőzik. Felkutatásukhoz Dr. Raven és kollégája Dr. Bear több mint 2000 kilométert utazott a kontinensen belül. A könnyen elillaló állatok megtalálása nem könnyű feladat, bár Dr. Raven tudja, hogy már ezen a vidéken is vadásszák őket. Mi jelentjük ma a tarantulákra a legnagyobb veszélyt. Elképesztő számú tarantulát szakítanak ki az ausztrál vadonból. Becslésem szerint úgy 10 000 példányt évente, és nem tudom, meddig tart még ez a folyamat. Nem tudjuk, milyen fajokat fognak el. A pókoknak fontos szerepük van az élővilág rendszerében. Amíg meg nem értjük ezt a szerepet, nem szabadna levadásznunk és kiirtanunk őket. A megmentésükért folytatott harc vitatott. Ahhoz, hogy védelmet nyerjenek az állatokat, tudományosan azonosítani kell. Ez pedig igen nehéz munka. Hagyjuk itt a felszerelést. A folyómederhez közeli fennsíkok a tarantulák kedvenc helyei, ám nagyon kevés eldugott fészket találni. Egy rendkívül pontos és szigorúan felépített rendszerben kell kutatnunk. Ez egy izgalmas nyomozó munka, mivel az ember ilyenkor szembesül a laborban végzett munkájának eredményével, és azzal is, hogy mennyi tévedés elméletet gyártott. Tudják, hogy mindaz, amit az ember a mikroszkóp alatt lát, mennyire áll összefüggésben a valósággal? Ez itt a valóság. Nekünk az a dolgunk, hogy összevessük azt az információt, amit a mikroszkóp által nyerünk azzal, amit idekint tapasztalunk. A terepen mindig arcon csap a valóság. Ott van egy. Valóban. A póknyomozók sikerrel zárhatják az első napot. A nagy nőstények közelében több pók is rejtőzik. Biztosan nagy nőstény lesz. Dr. Raven azt vizsgálja, hogy merre tart a járat. Nem látom a pókot. A másik oldalon lehet. Megtisztítom a környéket. A sivatagi tarantulák mélyre ássák a járataikat, ahol sötét és nedves közegre lelnek. Kellemetlen munka a pókok után kutatni. Felkavarodik a por. Legyek röpködnek mindenhol, és a kosz az ember arcába, szemébe és a körmei alá kerül. Ám csodálatos munka is, hiszen ilyenkor percről percre valami újat fedezünk fel. Egy fárasztó órával később elérnek a főkamrához. Mielőtt továbbásnának, meg kell találniuk a pókot. Itt van, gyönyörű! Tényleg? Jó nagy példány, nem örül, hogy megzavartuk. Valóban nem örül. A nőstény már rájött, hogy a hatalmas betolakodót nem képes legyőzni.
Most megküzdhet, vagy futhat az életéért. Szerencsére úgy döntött, hogy a botba döfi a cságrágóit. Szép példány. Csodálatos. Nem tudom, milyen fajta, talán egy madárpókféle. A fogságba kerülés miatti stressz könnyen végezhet az állattal. Ennyi munka egyetlen pókért. Kemény volt. Jó lesne egy sör. A tarantulák napnyugta után indulnak vacsorázni. A rovarok ízletes falatot jelentenek. A bejáratban rejtőző pókazsákmány minden lépését érzékeli. A sejemből álló radarrendszer jelzi a potenciális falat helyzetét és méretét. A tarantula a rejtek helyén vár addig, míg a zsákmány elég közel ér hozzá. Ám ha nagyon éhes, akkor előmerészkedik és becserkészi az ételt. Egy szempillantás alatt megragadja, és halálos cságrágóival lesújt a zsákmányra. Odújába visszatérve felkészül a zsákmány megölésére. Mialatt a befecskendezett méreg megbénítja az áldozatot és feloldja a belső szerveit, a pók sejemből szőtt burkot készít. Nem tudni pontosan, miért teszi ezt, de úgy tűnik, ez a takaró az étel becsomagolására szolgál, amit így későbbre is elraktározhat. A pókok nem ehetnek szilárd ételt. Álkapocs híján és csupán egy keskeny nyílással a cságrágóik között a mérgüket használják arra, hogy a zsákmány belsőségeit folyékonnyá tegyék. A szívó gyomor segítségével felszippantják a cseppfolyóssá vált prédát. Egy nagy lakoma hónapokig elég. A tarantulák nem válogatós húsevők. Sokukat madárevő pókként tartják számon, ám valójában madár ritkán kerül az étlapjukra. Inkább kisebb állatokat fogyasztanak. A második térd íz. Igen, látom. A táborban dr. Raven és dr. Bear közelebbről is szemügyre veheti a szerzeményét. A fő kérdés az, hogy ez a pók vajon egy ismert fajhoz tartozik, vagy új jellemzőket mutat. Vastagabb, mint a másik négy. Habár a tarantulák a világ legnagyobb pókjai, a fajok közötti apró különbségeket nagyon nehéz észrevenni. Nem látom az alját. Lábról lábra haladnak, és a test minden jellegzetességét lejegyzik. Biztosan nem madárpók. Fordítsuk meg. Csak a múzeumban végzett alaposabb vizsgálatok fognak fényderíteni a pók fajára. Ezeket a felületes vizsgálatokat az ökológiai szerep, az életmód és a méreg tanulmányozása követi. Most már biztos, hogy nem madárpók, talán egy új faj, majd kiderül. Stuart Douglas nem csupán a piac számára tenyészti a pókjait. A lefejt mérget orvosi kutatásokban használják.
Több eljárás létezik, de én az érzéstelenítés és az elektromos stimuláció technikáját használom. Széndioxiddal bódítom el őket. Azt tapasztaltam, hogy így sokkal több mérget lehet lefejni, és ez a módszer kevésbé viseli meg a pókokat. Sokan csak kivágják a méregmirigyeket, amibe az állat belehal. Én kifejezetten a mérgük miatt tenyésztem a pókokat, ezért minden elvesztett pók nagy veszteség a számomra. A nőstény állat egy percen belül elbódul, így Stuart neki láthat a fejésnek. Csupán néhány perce van, amíg a dühös pók magához tér. Az állat méregmirigyeite közben egy gyenge elektromos áram stimulálja. A gondosan időzített áramütések miatt folyamatosan folyik a méreg. Tarantulák több millió éve már a dinoszauruszok kora előtt is rendelkeztek méreganyagokkal. Az ősi méreg fontos áttöréseket eredményezhet az orvostudományban. Ám ez egyelőre még várat magára. A méreggyűjtéssel sok gond van. Ha csak egy apró szőrszál vagy a méregfog egy apró darabja belekerül a méregbe, az fertőzötté válik. Nem olyan egyszerű dolog, mint hinnénk. A csapatom azonban biztos abban, hogy egyszer találunk valamit a méregben. Akár meddig is tartson a dolog, ha sikerül, azt az állatoknak köszönhetjük. És a kutatóknak. A toxinok elemzését a Xenom gyógyszer cégtől érkezett dr. David Wilson végzi. A mérgek rengeteg olyan összetevőt tartalmaznak, melyeket a tudósok még nem azonosítottak. A kisebb emlősökre halálos méreg egy kutyát is képes 30 perc alatt megölni. Ám ránk nézve halálos mérget még nem találtak. Még nem tudjuk pontosan, hogy az ausztrál tarantulák mérge veszélyes lenne az emberre nézve. Csak annyi biztos, hogy néhány óráig hányó görcsöt okoz, de még senki nem halt bele. Ám sok faj létezik, amit még nem vizsgáltak meg, ezért nem adhatunk biztos választ. Dr. Wilson reméli, hogy a méregből egy új gyógyszert lehet előállítani. Egy olyan fájdalomcsillapítót, ami megszüntetné a rákos vagy éces betegek problémáit anélkül, hogy függővé válnának. A gyógyszer felválthatná a morfiumot. A Xenom csapata az egyetlen a világon, akik az ausztrál tarantulák toxinjait vizsgálják. Amerikai tudósok nemrég fejlesztettek ki egy új szívgyógyszert, egy dél-amerikai fajnak köszönhetően. Már kínai kutatócsoportok is alakultak. Az életveszélyesnek hitt tarantulák megmenthetik az életünket. A trópusok északi erdeinek mélyén rejtőznek a legkevésbé ismert ausztrál tarantulafajok. Nagyon sokfélék. Egyesek tenyérnyi nagyságúak, míg mások elférnének egy matchboxban. Még egynek sem adtak nevet, ezért dr. Raven és dr. Bear itt végzi el az utolsó kutatásokat. A nedves aljnövényzet miatt a keresés csúszós munka lesz. Óvatosan, mert minden nagyon csúszik. Elég csúszós. Vigyázz a szúrós növényekkel. A trópusi tarantulák megtanulták, hogyan rejtőzzenek el. Minden lapos kő vagy üreges ág egy pókfészkét rejtheti. Látom a hálót, de hol a pók? Á, már látom. Megvan, elkaptam. Jól néz ki. Gondolod, hogy új faj? Nem tudom.
Az első fogás ígéretesnek tűnik, ám a kis hím nem válaszol minden kérdésre. Ha ez egy hím, össze kell gyűjtenünk néhányat, hogy tudjuk, melyik a nőstény. Ez nagyon izgalmas. Jó lenne elkapni egy párat közülük. Szerintem találunk még. Keresünk egy másikat. A fiatal hímeken nem mutatkozik meg az adott fajra jellemző összes tulajdonság. Hogy biztonsággal el lehessen nevezni egy új fajt, Dr. Ravennek egy új nőstényre is szüksége van. Nézzünk be ez alá. Látom. Itt is van. Nagyon szép, teljesen máshogy nem néz ki. Nem kell lásni. Nincs odúja, könnyű dolgunk lesz. Nézzük, el tudom-e kapni. Előbb nézzük, hogy viselkedik. Rendben. Meg is van. Gyönyörű. Nem is volt nehéz. Igen, könnyebben ment, mint a sivatagban. Az biztos, hazavisszük és alaposabban megvizsgáljuk. Jöhet a következő. A csapat teljesített a telepgyakorlatot. A munka következő fázisa a kutatóközpontban zajlik. A párzás utáni hetekben fajoktól függően a nőstény egy erős, papírszerű gubót vagy kokont készít, és ebbe helyezi a tojásait. Minden nap órákig forgatja és szellőzteti ezt a zsákot, hogy a benne lévő tojások ne ragadjanak össze. A leendő anya éberen őrködik ivadékai felett, és csak ritkán hagyja el őket, amíg átnéz a gyerek szobába. Egyes fajok teljesen elzárják a bejáratot, hogy semmi ne juthasson be, ami árthatna a kokonnak. A hangyák komoly fenyegetést jelentenek. Ahogy telnek a hetek, a kis pókok elkezdenek mozgolódni a gubóban. Nem sokára kikelnek. A nőstény akár hónapokig is a peték mellett maradhat, egészen addig, amíg az ivadékok elő nem bújnak a selyemzsákból. Gombos tűnyi pókok bizonytalanul állnak nyolc lábukon, bár testük tökéletesen működik. Kis pókok százai keresik a kijárathoz vezető utat, míg végül az anyjuk is előbújik. Magas halandóság azonban azt jelenti, hogy 10-ből mindössze egy pók éli túl. Hogy hová indulnak? A kis jövevények ösztönösen követik a selyemszőnyeget a gyerekszobáig. A sötét közegben nagyobb biztonságban érzik magukat. Addig maradnak itt, amíg elég erősek lesznek ahhoz, hogy szembenézzenek a kinti világgal. A terepről visszatérve Dr. Raven az összegyűjtött pókokat alkoholba teszi. Közelről is meg kell vizsgálnia őket, hogy eldöntse, melyek az új fajok. Az esőerdei tarantula jól megkülönböztethető, a pókokra jellemzően lábai árulják el a legtöbbet róla. A negyedik láb jóval vastagabb. A pókokról szinte mindent meg lehet tudni a lábaik alapján. Ezek nyújtják a legtöbb információt. Ez más. Ez egy harmadik karom. Érdekes felfedezés. Lássuk a csáprágóit.
A csáprágók még ennél is feltűnőbb dolgot rejtenek. Dr. Raven 20 év alatt ritkán találkozott ilyesmivel. A csáprágók között fekete tüskék bújnak meg. Ez valami új. Ezek a tüskék a csáprágóim belül. Igen, ez új. Nézzük tovább. Ez biztosan új faj. Olyan jellemzőkkel rendelkezik, melyek megnehezítik a többi nemzetségtől való elkülönítését. Ez nem csupán egy új faj, hanem valami, ami eltörölheti azokat a határokat, melyeket a nemzetségek köré emeltünk. Az új tarantulafajt el kell nevezni, és a kutatási folyamat legnehezebb része ezzel kezdetét veszi. Minden testrészt elkülönítenek, megtisztítanak és előkészítenek az elektronmikroszkópos vizsgálathoz. Az elkülönített testrészeket egy vákumgépbe helyezik, ahol egy rendkívül vékony aranyréteg kerül rájuk. A szkenner 50 000 szeresére képes nagyítani az aranyozott végtagokat. Az apró szőrszálak így farönk méretűre nőnek. Mikor a mintát az elektromikroszkópba helyezzük, egyszerre minden elképzelésünk, amit az állatról alkottunk, megváltozik. Egy másik világba kerülünk. Láthatjuk a szőrszálak közötti szőrszálakat is. Egyes esetekben még a kutikulára tapadt baktériumok is láthatóvá válnak. A szőrszál formája sokat elárul a szerepéről, hogy a táplálék szűrésére vagy a hőmérséklet mérésére szolgál-e. Dr. Raven minden jellemzőt lejegyez, melyek együttesen meghatározzák a pók családfáját. A csáprágó előső felé lévő tüskéket normál mikroszkóp alatt csupán nagy, fekete valaminek látnánk, de nem tudnánk meg róluk többet. Látszik, hogy nem hasonlít a felépítésük a mellettük lévő szőrszálakéhoz. Ezek rövid, erős serték, melyek végein szokatlan, kampószerű képződmények láthatók. Minden apró részlet döntő fontosságú, Dr. Raven előtt több hónapos szőrszál vizsgálat áll. A múzeum csapatának másik tagja a biológus Márta Jenyez, szülőhazájának Mexikónak a tarantuláira szakosodott. Minden hónapban egy újabb rakás halott pók vár arra, hogy elnevezzék. Ám Márta főként élő állatokkal dolgozik. Több száz állatot hozott magával Mexikóból, de az állatok lelőhelyét titokban tartja. Még sok-sok évig fogok tarantulákkal dolgozni. Sok kérdést kell még megválaszolni. Márta pókjai közül soknak nehéz sorsa volt. Néhányukat illegális állatkereskedőktől kobozták el, és még mindig veszélyben vannak. Titokban kell tartanunk őket, mert csupán a brahipelma tarantulafajt nyilvánították védetté. Ez a gyűjtemény nagyon értékes, mert felnőtteket és fiatal egyedeket is tartalmaz. Azok, akik az illegális kereskedelemből élnek, szívesen ellopnák őket, hogy aztán házi állatként adják el a piacon. A 70-es években a brahipelma tarantulák szépsége és higgadt természete indította be a házi állatkereskedelmet. Ezt a fajt mára szinte teljesen kiirtották. Ma már világszerte védettek, ám a mexikói helyzet figyelmeztető jelzés lehet. Az élőhelyek elpusztításával és az illegális kereskedelemmel a populáció egyre csökken. Az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy nem tudjuk, mivel kéne kezdeni. Kezdjem el azt vizsgálni, hogy egy faj veszélyeztetette? Vagy először a fajokat kell megvédeni, és csak azután vizsgálódni? Véleményem szerint az utóbbi. Azonosítatlan pókokat nem lehet megvédeni, így azonban könnyű célponttá válnak a kereskedők számára, noha az exportjuk Ausztráliában is törvénybe ütközik.
Igazi fekete piac alakult ki. Sok pénz van az ausztrál üzletben, mivel az illegális, és mivel nehéz őket beszerezni, az áruk is drágább, és a kereslet is nő. Egy ritka faért akár több ezer dollárt is elkérhetnek. Mindegy, hogy mennyire szép, minél ritkább a faj, annál drágább. A nagy kérdés tehát az, kinek kell félnie a másiktól, de nem csak az orvvadászat veszélyezteti a pókokat. Egyes országokban a tarantula igazi csemegének számít. Itt Kambodzsában a helyiek a frissen befogott tarantulát kedvelik, egy csipet sóval és fokhagymával fűszerezve ízletes sültként fogyasztják. A szőrös falatokat nem csak a szegény családok fogyasztják, ez itt nagy üzlet. Skuon falujába épp most érkezett 4000 tarantula. Az erdőben kiásott és méregfogaiktól megszabadított pókokat friss élelmiszerként árulják. Sok családnak ez az egyetlen bevételi forrása, ezért nagy a verseny. A pókok egy órán belül már a piacon vannak. Rizsborban eltéve hagyományos gyógyszer a hátfájás és az álmatlanság ellen. Ám a legtöbb forrón és ropogósan végzi. A pókvárosként is emlegetett Skuon a szőrös csemegékről ismert. Még melegen árulják őket elviterre a zsúfolt piacon. Sokan utaznak ide a 90 kilométerre fekvő fővárosból, Phnom Penhből is, hogy hozzájussanak ehhez a finomsághoz. Az ínyencek gondosan válogatják ki a falatokat, a lábak ropogósak, a többi testrész pedig szaftos. A kívülállók számára ez extrém konyhának tűnhet, ám a helyiek évszázadok óta fogyasztják ezt a csemegét. A fő kérdés az, hogy hogyan lehetne fenntartani a szőrös kis állatok számát. Tíz nappal kikelésük után a kis pókok puha teste megkeményedett. A gyorsan növekvő utódok lassan kinövik a gyerekszobát. Anyjuknak minden mozdulatára figyelnie kell. Vigyázva lépked az üregben, nehogy rátapossan a csemetéire. A kis pókok idáig a tojássárgájában elraktározott energiából táplálkoztak. Ideje végre enni valamit. A termeszhez hasonló apró rovarok, ízletes falatok és a fiatal pókok mindenre rákapnak, ami kisebb náluk. Tíz százalékuk, aki megéri a felnőtt kort, hosszú élet előtt áll. A hímek 4-5 évig élnek, míg a nőstények akár 30 évig is élhetnek. Csak a gyerekkoruk korai szakaszát töltik a zsúfolt otthonban. Hamarosan elhagyják a fészket. Ha elfogy a táplálék, a kispókok egymást kezdik pusztítani. Ez a biztos jele annak, hogy ideje elhagyniuk a fészket. Ki vagy és honnan jöttél? Nézzük meg! Több hónapos kutatás után Dr. Raven megbizonyosodott arról, hogy az esőerdőben talált tarantula egy új faj képviselője. Ideje elnevezni.
Több szempontból is bonyolult nevet adni egy új fajnak, főleg a fennmaradás szempontjából. Ám ha sikerült elnevezni, akkor elkezdhetek a mérgen dolgozni, és publikálhatom a tanulmányokat. Az is gondot jelent, hogy ezek a pókok a kisállatkereskedelem fejlődése miatt nagy veszélynek vannak kitéve. Minél előbb nevet találok neki, annál jobb. Elérkezett a nagy pillanat. A névtelen állatka megkapja a saját nevét. Van egy új fajunk. A nemzetség neve a Koremioknemis kötelező. Koremioknemis tropix. Azért tropix, mert északról származik, a trópusokról. Az X pedig egy kis csavar a végére, mert ez egy átmeneti faj, és azok fejét is el fogja csavarni, akik szeretik a precíz neveket. A tropix megkapta az útlevelét a tudomány világába. Csak az idő adhat választ arra, hogy ez a kizsákmányolás vagy a védettség állapotához vezete majd. Dr. Raven tudja, mit érdemelnek ezek az állatok, névvel vagy anélkül. A tarantuláknak azért kell túlélniük, mert önálló fajként ugyanolyan joguk van fennmaradni, mint nekünk, embereknek. Éppen ezért minden joguk megvan a létezésre. A tarantulák több mint 300 millió éve élnek a Földön. Túléltek jégkorszakot, meteoresőket, mítoszokat és fóbiákat. A modern ember csodálata nem kell, hogy veszélyt jelentsen. Jó érzéssel tölt el, hogy azok az emberek, akiknek közük van ezekhez az állatokhoz, összefognak. Remek együttműködés születhet a szakértők és az amatőrök között. Így könnyebben áramlik az információ, és ezzel nem csak egymásnak segítünk, hanem a pókoknak is.